Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban a különféle fejfájások kiváltó okairól és lehetséges kezeléséről beszélgetünk vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban dr. Ilnicki Sándor neurológust, köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket. Mi pontosan a fejfájás? Egy tünet vagy egy betegség? Szó szerint tünet is lehet és betegség is önmagában. Ez annyit jelent, hogy a fejfájás, amit a beteg megél, az önmagában egy panasz, amit szerintem mindannyian tapasztaltunk már. Ennek a hátterében lehet valamilyen szervi betegség, aminek a fejfájás csak egy a sok tünete közül. Ugyanakkor vannak olyan betegségek, amelyek egyben a fejfájást, mint panaszt jelentik, amik most így kicsit bonyolultnak hangzik, de például ilyen a migrén. Amikor a legtüzetesebb kivizsgálással sem tudunk semmiféle szervi elváltozást megállapítani, ugyanakkor a betegnek igen komoly panaszokat és szenvedést okozó problémája van, de nem tudjuk a hátterét megállapítani. Ugyanakkor számos olyan fejfájás van, aminek, hogyha kivizsgáljuk, az okaként komoly vagy kevésbé komoly idegrendszeri vagy egyéb betegségeket tudunk igazolni. Tehát ilyen értelemben a fejfájás lehet önmagában maga a betegség, és lehet egy betegségnek csak egy tünete a sok közül. Mielőtt belemennénk a részletekbe, amiket már ön is említett itt az első mondatokban, sokak számára jelent-e mindennapi problémát egy fejfájás? Ön mit tapasztal? Igen, röviden azt tudnám mondani, hogy igen. Kicsit hosszabban úgy válaszolnék, hogy az orvoshoz fordulás egyik leggyakoribb oka a fejfájás. Hogyha ezt leszűkítjük a neurológiai rendelésre, akkor itt nyilvánvalóan még nagyobb az arány, tehát itt már szűrt beteganyag fordul elő. Tehát, hogyha most satszolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy a betegeknek egy negyede, egy harmada legalább, aki fejfájás miatt jön egy neurológiai rendelésre. Hogy aztán elsődlegesen neurológiai betegsége van ennek a háttérben, vagy valami más probléma, az egy későbbi kérdés, ami a kivizsgálás után állapítható meg. Milyen okai lehetnek a fejfájásnak? Ugye itt már említett néhányat, de kicsit példákkal konkretizálva. Igen, alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk a fejfájásokat. Az alapján, hogy mi váltja ki őket. Az első csoportban azok a betegségek sorolhatóak, amelyek önmagukban a tünetet is jelentik, tehát ezek az önálló fejfájás betegségek. Ez magyarul annyit jelent, hogy nem találunk semmiféle konkrét kiváltó okot, idézőjelben csak a betegnek van egy nagyon jellegzetes fejfájásos tünet együttese. Itt ezt hangsúlyoznám, hogy tünet együttes, mert ilyenkor a diagnózis tulajdonképpen a beteg alapos és szisztematikus kikérdezésével tudjuk megállapítani, ugyanis semmiféle vizsgáló eljárás minket nem fog közelebb vinni a megoldáshoz, csak azt tudjuk kizárni, hogy a betegnek milyen nincsen. De az, hogy konkrétan milyen fejfájás betegsége van, az csak a nagyon részletes kikérdezésből tudjuk leszűrni. Ide tartozik például a migrén, amiről majd kicsit részletesebben is fogunk beszélni. A másik csoportban azok a fejfájások tartoznak, amelyek az úgynevezett tüneti vagy másodlagos fejfájások. Mit értünk ez alatt? Ilyenkor van arról szó, hogy a betegnek van valamilyen betegsége, ami lehet egy idegrendszeri betegség, mondjuk gyulladás az idegrendszerben, vagy daganat, vagy valamilyen vérömleny a koponyában, vagy pedig valamilyen általános betegsége, mondjuk láz, tüdőgyulladás, vagy valamilyen nem idegrendszeri, de a koponyán található probléma, mondjuk szembetegség, fülbetegség, és ennek mint egyik tünete jelentkezik a fejfájás. Ilyenkor általában más tünet is van, ami útba igazíthat minket, hogy mégis merre keressük a baj, de ilyenkor azért hívjuk ezt tüneti fejfájásnak, vagy másodlagos fejfájásnak, mert valamilyen egyéb betegségnek csupán egy tünete, másodlagos következménye a fejfájás. Nyilván a két említett nagy csoportnak teljesen más a megközelítése, a kezelése is. Mit jelent pontosan a migrénes fejfájás, ezt a szót magát mikor használjuk? A migrénes fejfájás az a migrén betegségben jelentkező fejfájásnak a pontos neve. Ez a jellegzetességei alapján sorolható ide. Tehát a migrén az egy olyan önálló fejfájás betegség, ami nagyon jellegzetes klinikai tünetegyüttesben jelentkezik. Hogyha itt végigmegyünk az egyes összetevőkön, akkor végén összeáll egy kép, és akkor ez alapján tudjuk azt mondani, hogy kérem szépen, önnek migrénje van, és ennek megfelelő kezelést javasolunk. Mik ezek a szempontok elsősorban, és mik azok
a kritériumok, amik a migrént körvonalazzák. Tehát egy fejfájás betegnek mindig azt kell tisztázni, hogy mióta fáj a fej. Ez az első kérdés. Ugyanis ez már önmagában eldöntheti azt, hogy például az adott betegnél az adott panasz egy sürgősséget jelent, amivel azonnal haladéktalanul kórházba kell menni, vagy pedig egy olyan dolog, amivel ráérünk foglalkozni, mert ma is ugyanúgy meg tudjuk oldani a problémát, mint ahogy meg tudjuk oldani majd egy hónap múlva, és a betegnek ebből nem származik hátránya. Tehát mindig az az első, hogy eldöntsük, hogy van-e sürgősség, vagy nincs. Erre talán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mióta fáj a beteg feje. Tehát ha valaki azt mondja, hogy mondjuk serdülőkora óta fáj a fejem, de tudom, minden hónapban kétszer-háromszor jön ez a dolog, de közben abszolút semmi panaszom nincsen, és ez így volt 20 éve is, meg így van most is, akkor olyan nagyon nagy aggodalomra nincsen ok. Ha azt mondja a beteg, hogy ő sose volt fejfájós, de megemelt valamit, és hirtelen iszonyatosan elkezdett tarkótájon fájni a fej, és azóta is majd megőrül, és ilyen még életében nem volt, az ilyet nagyon komolyan kell venni, és azonnal mentővel kórházba küldeni. Tehát itt nagyon résen kell lenni. Visszatérve akkor a migrénre. Tehát az első kérdése a válasz, mióta fáj a beteg feje. Általában ezek felnőtt korú vagy serdülőkorú betegek, akik ezzel a panasszal jönnek, azt mondják, hogy hát általában 11 néhány éves korban, vagy mondjuk a 20 éves kor elején kezdődött a panasz, és azóta mondjuk viszonylag rendszeresen, de havonta néhány alkalommal jelentkezik a fejfájás, ami eltart mondjuk néhány órától 3 napig. Tehát ez az intervallum. Ez is nagyon fontos, mert olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy hát fél óráig olyan migrénem volt, hogy csak na, hogy azt mondja, hogy hát már 2 hete olyan migrénem van, hogy nem tudok dolgozni. Ez nem migrén. Migrénnek nagyon szigorú időbeli kritériumai vannak, ami 4/72 órát jelent. Ami ebből kilóg, az már minimum gyanús. A havi gyakoriság, mint mondtam, általában olyan 2-3, de van olyan, akinek egy évben 1-2 van, meg van olyan is, akinek havonta van 7-8, de én most az átlagról beszéltem. Az időbeliség után a következő nagyon fontos kérdés az, hogy hol fáj a beteg feje. Most nem azt kérdezzük, hogy otthon vagy az iskolában vagy a munkahelyen, hanem hogy a fej melyik részét érinti a panasz. Migrénnél jellemző, de nem szigorúan kötelező az, hogy féloldali legyen. Tehát a féloldaliság az a migrén mellett szól, de a kétoldali fejfájás az nem szól ellene. Tehát általában féloldali, vagy lehet akár kétoldali, vagy tarkótáji, vagy homloktáji, vagy szemkörüli. Van olyan, akinek mindig ugyanazon az oldalon van, tehát mióta a világ világ, és amíg a világ lesz, addig mindig egy oldalon. Aztán van olyan is, akinek oldalt vált. Aztán van olyan, hogy általában egyik oldalon, de időnként a másik oldalon, vagy pedig időnként az egész feje. Tehát nem minden migrénes roham egy adott betegnél teljesen ugyanolyan, de általában van egy típus, ami a legtöbb rohamot jellemzi. Egy nagyon fontos kérdés a fejfájás jellege. Ez alatt azt értjük, hogy általában föl szoktunk ajánlani a betegnek 2 választási lehetőséget, amiből ki kell választani az övé inkább melyik. Tehát vagy egy tompa nyomó feszítő, vagy pedig egy görcsös, hasogató, lüktető, szurkáló jellegű fejfájás. A migrén az a görcsös hasogató kategóriába tartozik. Következő fontos kérdés az erőssége a fejfájásnak. Lehet enyhe, ami abszolút nem zavarja a napi tevékenységet, de azért a beteg érzi, hogy valami van, de meg tudja azt csinálni, hogy nem figyel rá oda, és akkor nincs gond. Aztán van a közepes erősségű, ami azért már zavarja a napi aktivitást, és van a nagyon erős, ami viszont gyakorlatilag életképtelni teszi aznap a beteget, amivel csak ágyba tud feküdni, párnával a fején lesötétítve, magára húzva mindent. A migrén az általában a közepes vagy nagyon erős kategóriába tartozik. A fejfájás mellett milyen tünetei lehetnek még a migrénnek? Nagyon jellemző a Hanyinger hányás. Ez egyes betegeknél csak egy émeigés formában jelentkezik, másoknál Hanyinger és sokaknál valóban hányás következik be, amihez gyakran társul egy olyan jelenség, hogy az erős fények, hangok, szagok kimondottan zavarják ilyenkor a beteget. Ez kimondottan migrénes időszakra vonatkozik. Ezen kívül migrénnél még gyakran előfordul egy olyan panasz, ami a fejfájás előtt jelentkezik, ezt úgy hívjuk, hogy aura. Ez nem egyenlő az ezotériában ismert aura jelensége, tehát ezt ne keverjük ide bele, hanem ez egy olyan jelenség, ami mindenféle nagyon furcsa és nagyon ijesztő idegrendszeri tüneteket jelent. Például a betegnél kialakul egy ilyen cikcakos
furcsa látászavar valamelyik oldalán a látótérnek, ami utána eltakarja az egész látótér, gyakorlatilag negyed óra alatt látásvesztés alakulhat ki, vagy nem tud beszélni, vagy elzsibbad a fél oldala, vagy elgyengül a fél oldala. Tehát ezek nagyon ijesztő tünetek, amik olyanok, mintha a beteg sztrókot kapott volna. De ha ez rendszeresen mindig így következik be, és utána jön a fejfájás, akkor nevezzük ezt migrén aurának. Tehát ezek nagyon fontos, hogy ezekről tudjunk. Aztán migrénnél még nagyon fontos tisztázni egy néhány dolgot. Az egyik például az, hogy van-e, ami ezt kiváltja rendszeresen. Mik szokták kiváltani? Nőknél menstruáció nagyon gyakran. Függetlenül kortól, nemtől nagyon gyakori a bizonyos ételek, italok által kiváltott migrén, vagy a fáradtság, vagy az alvás hiány. De egyeseknél éppen az váltja ki, hogyha egy hosszabb fáradtság után hirtelen kialusszák magukat, és utána jön a migrén. Tehát ez egyénenként nagyon változó. Másik kérdés az, hogy mi az, ami egy adott embernél megszünteti, vagy csökkenti a migrén erősségét. Ilyen például az alvás. Ha valaki ki tudja magát aludni, legtöbbször az segíteni szokott. És még egy kérdést föl szoktunk tenni, amire általában pozitív választ kapunk, idézőjelben pozitívat, az, hogy a családban másnak volt-e. És általában az a válasz, hogy igen, az anyukámnak is volt, meg a nagymamámnak is. Hát ez annyit jelent tulajdonképpen, hogy a migrén az egy jó részt örökletes kórkép. A hajlam az mindenképpen öröklődik rá. Egyébként az emberek 10-20%-át érinti, ezeknek sajnos csak nagyon kis töredéke az, aki eljut orvoshoz, és adott esetben a megfelelő kezelést meg is kapja. Ez azt is jelenti a másik oldal, hogy a legtöbb migrénes beteg a soha életében nem kap erre megfelelő kezelést, holott ez már elérhető 25 éve. Ezt a fajta fejfájást akkor hogyan lehet kezelni? A migrénes rohamnak vannak úgynevezett roham gyógyszerei. Az azt jelenti, hogy ezek kimondottan olyan gyógyszerek, amik a migrénre lettek kifejlesztve, tehát nem valamilyen fájdalomcsillapítók, hanem a migrénes fejfájás mechanizmusába úgy avatkoznak bele, hogy nem csökkentik vagy enyhítik, hanem megszüntetik. Na most ennek következő a feltétele. Az egyik az, hogy a betegnek tényleg migrénje legyen, és nem valami más fejfájása, mert hát ugye a köztudatban minden erős fejfájás azt mondja, hát ez migrén, ez közel sem így van. Tehát ez egy nagyon fontos babona, amit én most itt szeretnék eloszlatni, hogy az erős fejfájás nem egyenlő migrén, és a migrén nem egyenlő feltétlenül mindig a nagyon erős fejfájással. Sőt, olyan is van, hogy valakinek olyan migrénje van, hogy csak ez az aura jelenség jelentkezik, ezek a furcsa tünetek, és utána nem is jön fejfájás. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ez egy kicsit a zűrzavart fokozzam, de erről azért fontos tudni. Szóval visszatérve az alapkérdésre, hogyan is kezeljük? Tehát, hogyha a beteg eljutott a megfelelő orvoshoz, ami a neurológus, és a migrén diagnosztizálják az elmondottak alapján, akkor elsősorban rohamkezelést ajánlanak. Ami ezekből a kimondottan migrénre kifejlesztett gyógyszerekből áll, ez nem egyfajta gyógyszer, gyógyszercsoport, aminek több különböző vegyület képviselője van, és ezekből is számos gyógyszerkészítmény különböző néven. Ezeknek a lényege az, hogy időben bevéve, amikor még a betegnek nincs olyan nagy hányingere, hogy úgyis kihányja a gyógyszert, mert olyankor bármit vehet be, teljesen hatástalan lesz, tehát minél előbb használva, ezek megállítják ott a migrénes rohamot. Tehát azt a napot a beteg megúszta, és esetleg a következő kettőt is. Bár előfordul, hogy másnap visszatér, de akkor megint lehet használni a gyógyszert. Tehát a betegnél mindig legyen ebből a gyógyszerből, mert sose tudhatja, hogy mikor jön a migrén. Tehát ezek a gyógyszerek neurológusnál hozzáférhetőek, és általában, hogyha valakinél ez beválik, akkor egész életén keresztül, vagy pontosabban, amíg a migrén tart, mondjuk 50-60 éves koráig, addig ez jó lesz. Tehát nem veszti el a hatását, nem kell ebből egyre több, mint a fájdalomcsillapítókból általában. Ha valakinek nagyon gyakoriak a migrénei, tehát mondjuk a havi 3 helyet van neki 7-8 rosszul léte, akkor emellett a kezelés mellett szoktunk felajánlani úgynevezett intervallum vagy fenntartó kezelést, ami azt jelenti, hogy a beteg folyamatosan szed gyógyszert, akkor is, ha éppen nem fáj a feje, azért, hogy ebből a havi 6-7-8 rohamból mondjuk legyen 2, és mondjuk ne 3 napos legyen, hanem csak fél napos. De ez azzal jár, hogy minden nap kell gyógyszert szedni, ha fáj a feje, ha nem, azért, hogy kevesebb legyen. Emellett természetesen a rohamgyógyszert is lehet használni, ha mégis jön a roham, mert meggyógyítani egyik sem fogja. A műsoridőnk sajnos véget ért, de ez egy nagyon tág téma, úgyhogy akkor a következő adásunkban innen folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy elmondhattam. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten innen folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!